Ezek a felvételek 2015-ben készültek, a gólyák a bodrog mellett a frissen aratott ártéri területeken kerestek élelmet. Tavaly nyáron alig-alig láthattunk térségünkben gólyákat, nyírtéten ezt az egy üres fészket találtuk augusztusban, ófehértón pedig több kör alakú magasító is várta a fekete-fehér madarakat, ám úgy tűnt hiába. A héten pedig ezeket a hosszú távú vonuló madarakat láttuk nyírmegyesen, ők már hazatértek a vonulásból. A hosszú távú vonuló madárfajok, amelyek a Szaharától délre telelnek, azok még most érkeznek. A napokban, a hetekben várjuk, hogy a vadgerlék, a fülemülék és a sárgarigók is megérkezzenek, illetve egészen májusig elhúzódik ez a madárvonulás. A legkésőbbi érkezők, a gyúrgyalagok például, amelyek csak május elején érkeznek, a megyékben szintén sokan költenek. Figyelő és kutatócsoportok feljegyzései alapján készül a Madáratlasz című adatbázis. Az országos térkép segítségével állományfelmérések, tanulmányok is készülhetnek. Több mint ezer ember vesz részt ebben a munkában országszerte, akik hétről hétre járják a vidéket és gyűjtik a előforduló madárfajoknak a fajlistáit, bizonyos fajokat meg is számolnak, és ezt. Lehetőség szerint még aznap vagy azon a héten fel is töltik ebbe az adatbázisba. ezért úgymond napról napra tudjuk követni, hogy hogyan érkeznek meg például a vonuló vagy össze hogyan távoznak. Ez pedig már a madárhatározó nevű applikáció. Ennek használója, ha lát egy madarat, jelezheti a rendszerben, térképen jelölheti be, hogy pontosan hol vette észre az adott fajt, és megjegyzést is fűzhet hozzá. A madár megfigyelt viselkedéséről is rögzíthet információkat, de az applikáció oktató jellegű is, hiszen hasznos információkat tartalmaz a különböző fajokról.